Fogadjátok szeretettel! A hazai fősvilágbajnokságok örökös győztesét, négyszeres címvédőt, Vidovszky Gergely! A legyőzhetetlen Buborék király, aki Hordóban született, Kövesdi Gábor! Tanult emberek kövinek hívják. Most pedig fogadjuk szeretettel azt az embert, aki 4 évig tartott a Baranyában a legyőzhetetlen Fröccs Avelő Superman díját, Kulik Bálint! Aki keverni sosem kever semmit, csak jó ízléssel elegyi, szénsavat vizet bor, a savak és a kulináris élvezetek nagy császára. Hogy nincs is segédeszköz, hiszen nyilván én vagyok a leggyorsabb. Meg fogom vizsgálni, hogy tiszta a verseny. A verseny tisztaságát egy módon tudom garantálni, hogy én fogom a leggyorsabban meginni, mert Huncut, aki nálam gyorsabban iszta meg. A többieket viszont pontozzuk, én nem nyerhetek, ugyanis a lovasi megígért nekem 4 aranyudat ezért a túráért. Tehát nem vettek részt, mert elfogult lennék, halmoznám a szakmát, és halmoznám a titulusokat, azt pedig kizárólag egy ilyen fontos és szent versenynél. Mindenki... Tehát... Nem szeretném a versenyzőket kitakarni senki elől. Nagyon fontos, hogy mindenkit lássuk. Osztátok el a távolságot. Kinek nincs? Én már megértem. Megérte. Sípra indulunk. Ez a tiéd. Ez a tiéd. Én pedig szépen. Én is süket vagyok. 20 év a címtenyér mellett, az érted. Elmentem a hallásvizsgálatra, és mondta a nő, hogy ha hallom a hangot, nem menjen fel az egyik kezemet. Kiemelgettem. Simolgatod, jó. Mentünk frekvenciára, frekvenciára. Elértük a cintányér és a pergő a frekvenciáját, és így mondja, hogy nyugodtan tegye fel a kezét a hallja. Tessék. Sajnos ugyanaz a frekvencia, amin az emberi mással hangzók mennek, ezért hangosabban hallgatom a tévét, mint a nagymamám. A nagymamám az anyukámmal él, mikor lemegyek hozzájuk, mindig az van, hogy... Tehát így, Muti hallgatja a tévét, Isten, ezt csinálják otthon, de szeretik azért. Megjövök én, akkor még az van, na, vége. Itt beszélgetés nem lesz, Livius bekapcsolja a tévét, szabad, senki nem ért semmit, de még a szomszédban sem. Úgyhogy ennél vagyok süket, de nem erről beszélünk. Viszont nem tudom kontrollálni a beszélőközpontomat is. Még ez működik, mint a régi tévénkkel. Megint, valami ott van kultek. Látjátok, a versenyzőket ti nem látjátok. Asztalról. Én is asztalról. Jó, hogy lehet, én nem bírom kitakarni a versenyzőket, tehát ösztönös sok. Minden. Legyenek büszkék. Én fogok sípolni, és aztán persze nyilván sípszó után vehetem csak a számhoz a porrát, és mindenkit megalázok nyilvánosan a porrát. Mindenki fogja meg a porrát. Kik a bírók? Nézitek? Erősen nézitek, és mindenkire szükség van. Szeretnék célfotókat, stb. Sípszóra megemelem. Kiszom.
aki fél decinél többet önt a galériára, azt diszkvalifikálom már előre. A tologban landoljon, de az ingyen, oké? Okay? És ne izguljál egyáltalán, pedig már nagyon izgulnak, és aztán leteszi a poharat. Aki odavágja a mögye poharat, úgyhogy nem fröccs senki bőle egy deci fröccs, az nyer. Három díjat osztunk ki. A fődíj, két, három fröccs. A második helyezett, két fröccs, első helyezett, egy fröccs. Én meg az Imrétől kapok egy üvegkeresztre az egészért, érted? Na jó, figyelj! Csináljátok a doppergét! Most taps nincsen, csak doppergetés, hogy ilyen borajt csináljátok mélyen, nem baj, nem hangos. Ne föl, mindig lent, attól izgalmas. És a síp, és a... Most kezdődik. Ha neveket nem tudjátok pontosan, akkor egyszerűen mutassatok rá, ki volt a harmadik, tudom, hogy én, de nem én. Ki volt a megalázó harmadik hely egyébként. Csináljátok egy ilyet, hogy... Rendesen, hangosan. Érzel. Csak azért, hogy legközelebb ne legyek ilyen béna. A harmadik helyezett. A második helyezett pedig... Norbert! Két fröccse! Az első helyezett három fröccs ajándéka pedig... És közben már itt elindult a nosi, csináljátok, de nem sokára vezénylem a 10, az 5-ös, a 3-as és az 1-es percet, és megyünk tovább. Mindenki érezze jól magát, én a verseny, mélyen, magasan, tapsa a füccse.